A Széchenyi Hitelszövetség elnöke Barabás Gyula a vendégem. Jó reggelt kívánok, jó reggelt, köszönöm, kívánok, hogy elfogadta a meghívásunkat. Egy fontos hír járta be azért, mondhatjuk azt, hogy a világ sajtót, de valószínűleg, hogy Magyarországon még kiváltképpen erre még jobban odafigyeltek az emberek, ugyanis semmi se nyilvánította a svájci frank alapú jelzálog hitelt a horvát legfelsőbb kereskedelmi bíróság, arra hivatkozva, hogy a bankok 2004 és 2008 között nem tájékoztatták ügyfeleiket az ilyen devizahitelek magas kockázatáról. Nyilván az, hogy az árfolyamok ugye, ahogy majd változni fognak, hogyan változnak majd a törlesztő részletek. Végtelenül hasonlít ez az eset, nem? Arra, hogy nálunk Magyarországon tulajdonképpen a svájci frank felvevő hitel törlesztő részletek hogyan alakultak. Mindenféleképpen hatalmas nagy győzelem ez a nem csak a frank hiteleseknek Horvátországban, hanem a jogállamnak is. Hozzá kell azt is tenni, hogy egyedül Szlovéniában volt egy olyan ítélet, ami egy konkrét esetre vonatkozóan szintén a tájékoztatással kapcsolatosan mondott ki olyan elmarasztaló ítéletet a pénzintézet részére, amit itt tulajdonképpen nem is tudom 7-8-9 pénzintézettel együtt egy megismételt eljárásban mondott ki most véglegesen. Ez 2013-ban volt az első ilyen ítélet, és nem csak a tájékoztatással kapcsolatosan mondtam most, hogy a svájci frank kikötés az tisztességtelen, hanem a kamatemelésekkel kapcsolatosan is. Tehát ennek az kettőnek az együttes hatása volt egyébként nálunk is az, ami nagyon sok esetben ugye megpecsételte a szerződésnek a sorsát, és itt most lesz egy olyan elszámolás, ami kb. 70 ezer élő, de összességében 120 ezer olyan szerződést érint, ahol itt újra kell számolni majd ezeket a egymás közötti elszámolásokat. Igen, ezt már ugye forintra átváltva olvashattuk is a hazai hírekben, hogy itt megközelítőleg olyan 400-500 milliárd forintnyi hitel visszafizetéséről lesz majd szó? Igen, az első olvasatban itt 10 milliárd kunáról, tehát ez kb. 430 milliárd forintról volt szó, most már ott a legutóbbi hírek azt mondják, hogy jó, de legfeljebb 15 milliárd kunáról beszélhetünk, valóban ez egy ilyen 550-600 milliárd forintos összeg. Hozzá kell azt is tenni, hogy valami hasonlatot nézzünk, hogy a Magyarországon csak az árfolyamréssel, ami egy kicsi rész, és a kamatemelésekkel kapcsolatosan, ez körülbelül az első olvasatban olyan 1.900.000 szerződést érintett, jóval nagyobbat, és ennek körülbelül 800-850 milliárd forint volt a végösszeg. Még mielőtt a magyar helyzetről beszélnénk, elnök úr, maradjunk itt a horvát helyzetnél, hogy még jobban megértsük. Ugye nagyon fontos azt tisztázni, hogy nem arról van szó, hogy mindenkit úgy kártalanítanak, hogy amennyi pénzt, hitelt annak idején felvettek, azt most vissza fogják kapni, hanem amiről úgy gondolják, ugye, hogy a tájékozatlanságból, vagy a nem megfelelő tájékozásból adódó eltérés, ugye, amit kellett ugye fizetniük meg a kamatváltozásokból, azt fogják visszafizetni itt az állampolgároknak, ugye? Úgy kell elképzelni, hogy amikor valaki felvett, mondjuk, mit tudom én, 100 000 kunát, akkor az ő befizetéseit újra kell számolni, mintha kunába vette volna fel, azzal a kamattal, ami a szerződésben eredetileg rögzítve volt, és gyakorlatilag itt vannak a visszatérítéseknek, az elszámolásoknak a különbözetei. Azt kell mondani, hogy lehet, hogy lesznek olyanok, sőt biztos, hogy lesznek olyanok, akik valóban visszakapnak pénzt, ahol például már befejeződött a szerződés, illetve akik ezzel az új számítással túlfizetésbe kerültek, ott lezáródik a hitelük, és úgy fogják visszakapni ezt az összeget, tehát alapvetően az elszámolást ebben a tekintetben így kell. És egyenként kell minden hitelesnek ugye megharcolnia majd ezért a pénzért. Elnök úr, ha ennyire egyértelműen a horvát bíróság meg tudta azt határozni, és tudott egy jogerős döntést hozni, független attól, hogy szinte az összes pénzintézet ugye fellebezett a korábbi döntések miatt, de ezt ugye nem fogadták el. De hogyha ennyire meg tudták azt határozni, hogy tényleg nem kaptak megfelelő tájékoztatást annak idején a hitelt felvevők, hogy nem kaptak tájékoztatást arról, hogy milyen kockázatokkal jár ez a fajta hitel. És tudjuk azt, hogy Magyarországon is, akik ezt a hitelt felvették, hosszú évek óta mondják azt, ugyanerre hivatkoznak. Ugyanúgy vannak magyar perek ezekkel a hitelekkel kapcsolatban, hogy nálunk akkor miért nem született valamilyen hasonló döntés, vagy ítélet? Hát ez a hazai igazságszolgáltatásnak a nagy szégyene egyébként.
Azt kell mondani, hogy Magyarországon, hogyha egyetlen egy sor nincs leírva, például a gépjármű szerződések esetében, nem találunk olyan fél mondatot sem, ami az árfolyam változása akár csak utalna, a bíróságok itt Magyarországon ezt is rendben lévőnek találják, valamilyen ködös okból vezérelve, mert hogy ezt ugye az hitelfelvevőnek mondjuk tudni kellett volna. Egészen más megítélése van az európai jognak Horvátországban, mint ahogy megítélik ezt az egész helyzetet, nem az európai jog alapján, hanem valami más külső tényező hatására. És nézze, szóval összehasonlítani egy olyan országnak a bíróság gyakorlatát, ahol egyébként könnyedén börtönbe csuknak egy minisztert, hát most elítélni neki 9-10 pénzintézetet azért, mert tisztességtelenek voltak, tulajdonképpen új gyakorlatok, tehát nem jelenti mást. Ez egy nagy szégyen, ami itt van Magyarországon, és amíg egyébként a jelenlegi polgári kollégiumnak a felfogása, valamint a kúriának a felfogása, ez a jövőben is változatlan marad, nem is lehet mást várni. Na jó, de hogyha azt mondja, hogy nagy szégyen, vagy a két ország joggyakorlata között is jelentős eltérés van, akkor nincs Magyarországon miért szégyenkezni, mert akkor ezek szerint Magyarországon más a joggyakorlat. Az európai jognak azért mindenkire ugyanolyan hatásot kell kifejteni, mint ahogy tehát ez kellene mindenhol alapul venni. Így van. Számít ez... az elnök úr ön szerint, bocsánat, hogy a szavába vágok, hogy azért a magyar deviza hiteles perek közül emlékeim szerint olyan 8-10 kint van már az Európai Bíróság előtt Luxemburgban is, és hogyha ott valamilyen ítélet születik, ugye erre mindig azt szokták mondani, hogy egy precedens jellegű ítélet lehet, akár pozitív, akár negatív jelleggel, de ez majd hatással lesz a többi folyamatban lévő bírósági perre Magyarországon? Egy konkrét ügyben általában megfogalmaznak kérdéseket, és ezeket egy előzetes döntéshozatali eljárásra küldik ki Luxemburgba. 10-11 ilyen ügy volt, vagy van. A horvátok nem szaladgálnak Luxemburgba, el tudják olvasni, hogy mit jelent az Európai Fogyasztóvédelmi Rendelet, vagy irányelv, milyen joggyakorlat van, milyen korábbi ilyen ítéletek születtek, és pontosan el tudják dönteni, hogy ebből következően, ami ott előttük van beadvány, hogy kell dönteni. Mondom, ilyen olvasási problémája magyarul. Nem félnek ők attól ilyen, hogy... Tehát nincsenek ők, hogy mondjam, ugyanúgy elzárva a külvilágtól, mint ahogy a magyar bírák, egész más elvárásoknak kell itt úgy látom megfelelni. Ha és amennyiben Magyarországon is lenne valami hasonló kártalanítás, akkor kinek kellene kártalanítani? Mert ugye először a pénzintézeteknek kellene valamilyen forrás biztosítani ez esetben? Hogyan működne ez a folyamat? Nézze, ez a kártalanítási része elméletben, hogyha csak ezen gondolkodunk, ez egy nagyon sok szereplős lett itt hirtelen, mert azért itt tulajdonképpen a jogalkotó is beavatkozott bizonyos fajta törvényekkel, a polgári kollégium is kiadott különböző jogegységi döntéseket, és a bíróságok is hoztak már ilyen ítéleteket, nem beszélve a közjegyzőkről, és természetesen a pénzintézetek is megvan a maga szerepe ebbe a dologba. Azt is el kell mondani, hogy ma már egyébként a problémás hiteleknek körülbelül a 90%-a nincs is pénzintézeteknél, hanem eladták követeléskezelő. Tehát, hogy ha folytatjuk azt, hogy kinek mennyit és honnan kell fizetni, akkor ez a kör, ez egy eléggé tág kör lett, de hát tulajdonképpen ezt majd neki kéne megoldani. Én ma nem látom ennek a lehetőségét, hogy azok az emberek, akik egyébként mindent elkövettek azért, hogy három törvényt hozzanak, öt jogegységét, és mindig a pénzintézetnek legyen igaza, és ilyen mérhetetlen elmarasztaló ítélet sorozatokat hoztak az adósokkal szemben az európai joggal ellentétesen, azok most holnap a fejükhöz fognak kapni, és azt fogják mondani, hogy igen, ez mindent fizetünk. Valószínűleg azért erre a hírre tényleg nagyon sok ember, több százezer ember, vagy több mint százezer ember felkapta a fejét Magyarországon, de nem lehetséges, hogy becsapjuk önmagunkat? Én is ilyen típusú devizahiteles voltam, mert ugye hogy a magyar állam azt mondja, hogy hát elnézést, de hoztunk mi korábban egy olyan döntést, vagy a kormány, hogy lehetett forintosítani ezeket a hiteleket, ott volt az árfolyamgátnak a lehetősége, sőt a végtörlesztésnek a lehetőségével is lehetett élni. Magyarán szóval mindent megtettek annak érdekében, hogy a csávából, a nehézkes helyzetben mindenkit kihúzzanak. Hát a jogot viszont be kell tartani, akkor is, ha összeomlik a világ. Ennyi. Ezek a döntések, ezek a lehetőség volt arra, hogy forintosítsunk, 256-on kötelezően forintosítottak. Voltak kedvezményes árfolyamon történő kifizetési lehetőségek.
egyik se, hogy olyan nem lehet párhuzamot vonni mondjuk egy ilyen ítélettel, ami Horvátországban van. Horvátországban is hoztak döntést, hogy a svájci frank alapú hiteleket át lehet váltani a folyósítás napján érvényes euró összegekre. Ettől függetlenül ott is törvényt hoztak erre. Volt olyan pénzintézet, aki nem fogadta el, a mai napig veszekszik egy választott bíróságnál, illetve hát most ez az ítélet, ez őrájuk is ugyanolyan hatást fog gyakorolni. Még egy számot várnék Öntől, hogyha tudjuk azt, hogy Horvátországban a kártalanításnak az összege közel ilyen 430 milliárd forint lenne, akkor a magyarországi kártalanítás az hány milliárdra rúgna ön szerint? Hát mindent összeveszek, és összevetem is azt is, hogy hány ember esett áldozatul mondjuk végrehajtásnak, vagy ilyen árveléseknek, akkor azért egy nullát hozzá lehet rakni, és még van előtte egy szorzó is. Tehát ez több ezer milliárd. Ez több ezer milliárd, így van. Legközelebb innen folytatjuk. Köszönöm, hogy itt volt.